Az oktatás 7 kezdő és egy haladó csoportban zajlik. Végső Barbara számára nem jelent problémát megszólalni szerbül, az autós iskolát is szerb nyelven végezte el. Úgy gondoltam, hogy ez egy megfelelő lehetőség arra, hogy fejlesztem a szerb tudásom, és Újvidékre szeretnék tovább menni a műszaki egyetemre, építészet szakra. Dudás Rikinek nehezen megy a szerb, az újvidéki testnevelési karra ugyan bejutott, de félbe vág neki ennek az időszaknak. Nagyon alapok, de még annál is kevesebb talán. Hát jó, meg tudom magamat értetni, de az még édes kevés ez az egyetemhez. A képzés részeként összesen 80 órát tartanak, a tanulókkal 8 tanár foglalkozik. Az első két héten napi 4 órát, míg a harmadikon napi 8 órát tanulnak a diákok. Az a célja, hogy a fiatalokban egyfajta bátorítást, motivációt ébresszünk fel, és hogy ne jelentsen a számukra gondot az itthoni továbbtanulás, a szerb nyelven való továbbtanulás, és szeretnénk segítségükre lenni abban, hogy a bennük lévő szerb nyelvtudást, amely lehet, hogy még eddig passzív, a felszínre kerüljön, és mindenképpen azt szeretnénk, hogy a tanárok a beszédcentrikusságot, a szókincsbővítést, a funkcionális nyelvhasználatot helyezzék előtérbe. Az utolsó héten a tanulók beköltöznek az Újvidéki Európa Kollégiumba. Az itt eltöltött idő alatt a gyakorlatban fogják alkalmazni a tanultakat. Az órákon a hangsúly a kommunikáción lesz, ez mellett lesz egy kis nyelvtani rész is, ahol átismételjük az igeidőket, illetve az eseteket. Újvidéken a harmadik héten pedig azt szeretnénk, hogyha a gyerekek minél többet kommunikálnának szerb nyelven, különböző feladatokat fognak kapni, amelyeket például a boltokban, akkor az utcán, illetve a piacon kell majd, hogy teljesítsenek csoportokban vagy párban. Az Újvidéken eltöltött idő alatt előadásokon, foglalkozásokon és műhelymunkákon keresztül a továbbtanulás terén is segítséget nyújtanak majd a diákoknak. Információt kapnak az MNT ösztöndíj programjáról, de az ifjúsági szervezetek programjairól is a Vajdasági Magyar Diákszövetség és a WIFO által.